Rétes szavunk olyan süteményt jelöl, amely sok rétbe hajtogatott, hártyavékony tésztából és a közé göngyölt töltelékből áll. A jó és különleges réteshez különleges, kiváló minőségű lisztre van szükség, olyanra, amelynek kiemelkedően magas a sikértartalma. Nos, ilyen lisztet adó búza Európában csak az Alföldön termett. Elődeink, s ezen belül is az asszonyok találékonysága vezetett a rétes megalkotásához. Hisz a szegény paraszti családokban abból kellett gazdálkodni, ami otthon megtermett. Saját liszt, némi zsiradék, tojás, tiszta víz, töltelékként pedig friss túró saját tehenük tejéből, vagy valamely gyümölcsfa termése is megtette. Mindemellett a rétes tészta húzásra, nyújtása igazi családi vagy rokonsági tevékenység volt. A mai formájú feltekert, töltött rétes a 18-19. Század fordulóján alakult ki az osztrák-magyar monarchia területén. A 19. század óta Magyarországon az ünnepi, lakodalmi étkezéseknél hagyományos édességnek számít. A párizsi Ritz Hotel étlapján a 19. század elején szerepelt a rétes hongroás, melynek elkészítéséhez a rétes lisztet Magyarországról rendelték, és a cukrászokat Pestre küldték tanulni. Nos, manapság küldhetnék akár Mórahalomra is, Rózsa Klárihoz. Amióta a Csongrád megyei értéktár része a mórahalmi rózsarétes, híre és ellenállhatatlan íze egyre messzebbre jut a világban. A családi hagyományból mára a turisztikai érték, a Délalföldi Rétes Fesztivál megalapozója lett, és azóta sem hiányozhat egyetlen ünnepi asztalról sem. A Rózsa család rétes készítő hagyományait nem csak Klári, hanem testvére is megörökölte. Drága jó édesanyám, a mester rétesnek elsősorban a liszt az, ami a minőséget megadja, meg hát maga a technológia, amivel készül, és hogy az ember hogyan is fog hozzá. Van, amikor az ember azt mondja, hogy belerakom a szívem, lelkem, na én még mindig ugyanígy készítem a rétesemet, 20 év után is. Hát Mórahalmon a rétes az olyan, mint Szegeden a halászlé. Szerintem már eljutottunk erre a szintre, és különösen a Rózsa családnak a rétese. Ez egy nagyon híres és egy nagyon különleges rétes, és erre nagyon büszke is az itteni lakosság és az egész Homokhátság. A családban hogyan kezdődött ez a már-már hagyomány? Először ugye nagymamám, ő volt az, aki kint tanyán készített rétest. Aztán ugye ott volt anyuci mellette, aki besegített neki. Aztán anyuci szépen lassan átvette tőle ezt a réteskészítést. És ott a tanyán elkezdtek így rendezvényekre, főleg lakodalmakhoz, ugye elmenni így házakhoz, és akkor ott sütni rétest. Aztán amikor beköltöztek én a tanyáról ide be a faluba, akkor még ugye falu, akkor így egyre többen kérték föl őket, hogy menjenek már el, és süssék meg a háznál a rétes. És ez odáig jutott, hogy akkor ott én fiatal korban én eldöntöttem, hogy igen, én ezt szeretném. Akkor ugye kitanultam a cukrász szakmát, és akkor ott maradtam anyu mellett, és ott kezdtem elkészíteni a rétes, ott sütöttük. És ez persze mindig tökéletesítettük, hogy lehetne még jobban, hogy lehetne még finomabbat előállítani. És akkor, amikor hogy jöttek a vendégek vissza, és egyszerűen csak jött az a fölismerés, hogy tényleg jót készítünk, és tényleg valami nagyon jó az, amit készítünk, akkor döntöttem el, hogy igen, én ezt, tehát magának a cukrász szakmának ezt a részét szeretném folytatni, és ha lehet, akkor minél többen ismerjék meg a rétesünket. Amikor még anyuékot készítették kint a tanyán, ugye, ami a háztartásba, tehát a konyháról kikerült, nyilván azóta már változtak az anyagok. Persze nyilván a hagyomány mellett döntöttünk, tehát még mindig azt mondom, hogy amit otthon elkészít az ember, akár egy tepsi süteményt, az ugyanolyan finom másnap is. Nyilván nincs benne semmilyen ízfokozó, semmilyen olyan anyag, amitől nem lenne jó az a sütemény, ugyanúgy el lehet fogyasztani másnap is. Mi ezt a hagyományt vittük tovább,
Persze nyilván azóta próbáltuk tökéletesíteni más anyagokkal, de még mindig ott tartunk, és még mai napig is, hogy csak a hagyomány felé, hogy semmilyen olyan anyagot ne rakjunk bele. Nagyon fontosak a rétesnél az alapanyagok. Erre hogyan próbálnak megfigyelni? Hát van külön malom, aki nekünk örül. Tehát a lisznek a minősége az, amire nagyon oda tudunk figyelni. És ha már nem az a fajta, vagy nem az jön ki a malomból, amiből mi dolgozunk, abban a pillanatban szólok nekik, és akkor visszacserélik a lisztet. Ugyanúgy próbáljuk az anyagokat akár a töltelékbe elkészíteni, ugyanúgy például a medgyet, hogy befőtt medgyből dolgozunk, de nincs benne semmiféle tartósítószer, tehát azt is nekünk ugyanúgy külön készítik. Az almát itt készítjük elő, tehát itt pucoljuk meg, itt daráljuk le, a diótmákot ugyanúgy itt daráljuk meg, tehát ezekre próbálunk odafigyelni. Ugye régen a rétes azért az egy nagyjából, hát legtöbb háziasszony azért csütött rétest szerintem. Igaz, hogy volt ennek egy titka, amit nem mindenki tudott. Manapság azért otthon nem nagyon próbálkoznak ezzel a háziasszonyok. Nem, tehát nagyon sok munka van vele. Nyilván régen, mivel hogy sok munka van vele, régen is ugye általában ünnepek alkalmával, tehát karácsony, húsvét, vagy esetleg nagyobb rendezvények, mint a lakodalom, vagy disznótor, akkor jött elő a maga a rétes készítés, és nyilván nem minden háziasszony tudta ezt se elkészíteni, tehát én azt mondom, hogy a gyakorlat ugye az nagyon, nagyon sok idő ahhoz, hogy tényleg jól el tudjuk készíteni. Mai nap már az, hogy szerintem időhiányba szenvednek, ugye manapság az emberek, nincs rá idő, viszont a maga a rétesnek az elkészítése ahhoz, hogy jó minőséget kapjunk, és jó minőségből tudjuk előkészíteni, ahhoz akár egy 10-15 szál rétesnek az elkészítése az olyan 4-5 óra hossza. És nyilván ezért erre nincs rá idő, az viszont nagyon jó, hogy akkor be tudnak jönni, és akkor itt tudnak vásárolni tőlünk. Persze ez az, amit mi tudunk segíteni, hozzá tudjuk segíteni a háziasszonyokhoz. Beszéltünk az alapanyagokról, de ugye nagyon fontos a technika, a tapasztalat, ahogy ön is mondta. Beszéljünk egy picit arról, hogy mitől is lesz rétes igazán a rétes. Hát ugye a technológia, maga ugye a dagasztás, tehát először is az alapanyagoknak a kiválasztása, tehát nagyon jó kell tudni kiválasztani az alapanyagokat. Másodszorban maga a technológia. Tehát én mai napig ugyanúgy itt vagyok minden dagasztásnál például. Minden dagasztásnál odafigyelek, érezni kell a kézzel, hogy miért dagasztok. Ha még kell egy kicsi tej hozzá, akkor még akár egy deci, akkor ugyanúgy rakom hozzá. Azután a nyújtás, tehát nem szabad elsietni a nyújtást, bár én gyorsan gyújtok, mert ugye gyakorlat már megvan, de nagyon oda kell figyelni a nyújtásnál, hogy hol vékonyodik, hol vastagodik, nyilván, hogyha vékonyabb a tészta, és ugyanúgy elkészítjük bele a rétest, akkor az már nem lesz olyan szép leveles, nem jön föl olyan szépen, vagy ha a dagasztásnál egy kicsikét túl dagasztottuk, akkor már eleve nem fog olyan szépen kinyújt, nem tudjuk olyan szépen kinyújtani a tésztát, tehát ezek mind odafigyel. Nyilván, hogyha ezeket a folyamatokat végigvisszük, és eljutottunk odáig, hogy na most már sütés, akkor ugyanúgy a sütésnél is oda kell figyelni, hogy fogom kisütni, mert nyilván, hogyha a szalonnás marad, ugye gyorsan sütjük ki, nem azon a hőfokon, nincs beállítva úgy a sütő, tehát ezek mind folyamat, és ezekre mind külön oda kell figyelni, és ez az, amit mondtam, hogy nagyon sok személynek már, hogy nem biztos, hogy jó ötlet az, hogyha nem kézzel, hanem gyártósoron készül, az nem tudja azt a minőséget garantálni, nyújtani, mint amit itt kézzel mi elkészítünk. Na persze utána a kisült még mindig oda kell figyelni arra, hogy szelem föl, és hogy rakom a tányérre, és hogy fog mutatni. Tehát ez mind folyamat. Ugye ma már a megyei értéktárnak a része, a Csongrád megyei értéktárnak a része a rózsarétes. Így kimondottan ezzel a névvel. Az évek során, mióta ön is, vagy a családja ezzel foglalkozik, változott valamit a rétesnek a népszerűsége? Ez segített ahhoz, hogy az értéktárba emelték, hogy picit jobban megismerjék, esetleg többen megkóstolják a rétest? Persze, nyilván. Tehát akkor, amikor mi még otthon dolgoztunk, akkor ugye volt egy kialakult vevőkörünk, akiknek, ha volt valamilyen rendezvény, akkor elkészítettük nekik a rétest. Most nyilván akkor, amikor 2012-ben mi átjöttünk ide,
És ugye az a célja, hogy akár a turisták is, vagy bárki, aki bejön hozzánk, azok tudjanak egy szelet rétest is elfogyasztani, és ezáltal megismerni a rétesünket. Azóta nem, tehát Magyarországon belül már nem tudok olyan helyet mondani, mert turisták azok mind, akik eljönnek hozzánk, persze nyilván utána visznek is belőle haza, de már nem, tehát a Soprontól Nyíregyházáig, Dunántúlról, Vajdaság, Erdély, volt, aki már vitte ki repülővel a családjához, vagy utazott ki, és akkor vitt ki, tehát hála Istennek így ugye persze nyilván az internet is hozzásegített, és hogy így már akkor nagyobb, szélesebb körbe ismerték meg a rétesünket, és nyilván ennek köszönhetően, és nyilván azért, mert hagyományosan készítjük és ragaszkodunk a hagyományhoz, így akkor sikerül bekerülnünk az értéktárba is, persze Rózsa rétes néven. Valamilyen szinten azért mégis megfigyelhető egy pici újítás, modernizálás, gondolok én itt a töltelékekre. Persze. Mert gondolom, hogy mondjuk két-háromféle ízesítésű rétes nem biztos, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Hát ugye akkor, amikor még otthon készítettük, akkor ugye a hagyományos rétesek, tehát a diós, mákos, almás, meggyes, meg a túrós, volt az, ami otthonról ugye kikerült, vagy még esetleg a tanyán ugye volt a tökösrétes, de hát ugye az ugye a kis családban nem mindenki szereti, tehát úgy nyilván rendezvényekre nem tudtuk ugye elkészíteni. Amikor átjöttünk ide, akkor próbáltunk újabb ízeket, különleges réteseket is kipróbálni, gondolok itt a varackos túrósra, vagy a tökösmákos rétesre, és akkor ezeket már behoztuk a kínálatba, így az akkori 5 fajtából, vagy esetleg ugye 6, mert ugye volt egy kis ostúrósat is kért, abból már 21 fajta rétesünk van a pultba. Mik a visszajelzések ezekről az ízesítésekről, meg úgy egyáltalán a rózsarétesről? Tehát nyilván aki már ismerte a rétesünket, azok még most is a hagyományos réteseket, meg ugye nyilván a rendezvényekre is inkább a hagyományos rétesekek azok, amik mennek, azokat szokták kérni. A turisták azok szívesebben megkóstolják a különleges réteseket. Ők azok, akik inkább azokat. Ők azt mondják, hogy a hagyományos az van, azt ismerik, azt tudják, azt akár otthon is el tudják készíteni, de nyilván egy tökös mákosat, vagy egy barackos túrósat, vagy egy áfonyás túrósat már nem biztos, hogy úgy tud hozzájutni, és akkor úgy tudja elkészíteni, mint itt nálunk. Figyeltem a tekintetét, ahogy beszél ezekről a rétesekről, és hát ugye nagyon régóta ön is ezzel foglalkozik már tulajdonképpen egyféle süteménynek az elkészítésével, és még mindig azt látom, hogy ebben még szerelem. Mekkora lendület, meg mekkora szerelem ez az ön részéről. Szerelem. Tehát az biztos, hogy más nem is. Tehát hiába tanultam ki a cukrászatot, én magát a cukrászatot nem, tehát soha nem voltam azon, hogy egy tortát elkészítsek otthon, és ezt magamtól, és akkor díszítgessem, vagy áthúzom, vagy beburkoljam, vagy bármilyen. Én nem, tehát valamikor kérdeztem anyutól is, és ő is ezt mondta, hogy ő nagyon szereti a rétest készíteni, és akkor nekem az úgy gyerek feje olyan, hát jó, hát szereti, hát most ez is csak egy szakma, valamiből meg kell élni, de nyilván ez, ahogy átvettem tőle, ahogy én is próbálom tökéletesíteni a mai napig, mindig van valami, akár egy kis részlet, és azt senki nem veszi észre, mai napig csak én látom, hogy kellene, és hogy volna még jobb, még tökéletesebb, ez tényleg idáig fajult, hogy
szinte nem tudnék más. Nem tudom, mi lenne az, amivel esetleg tudnék mással foglalkozni.